és elindult a Németh Ferenc Emlékkupa harmadik futama, egy 1400 méteres ötödosztály handicap. Szúria vette a legjobb startot, és már vezet egy hosszas sprinterrel szemben. Szúria sprinter, Star Edvard, illetve Szegfű az első négy helyen. Guriga Gold következik az ötödik pozícióban, egy-két hosszal követi a vezető kvartettet, és Bergspitzével ezúttal nem rohannak, mint a derbi napon 2000-re a mezőny végén jelenleg. A tempóért továbbra is Szúria felel, egészen jó iramot megy ráadásul a frontban. Akkor, amikor elhagyta most már a mező, lassacskán a 900-as táblát is, még mindig vezet legalább egy hosszal sprinterrel szemben. Belül még mindig Szegfű következik, mellette pedig az istállatás rózsaszín sapkában Koricsánszki virággal, Star Dwarf, Guriga Gold is közel, és Bergkvitz és abszolút látótávolságon belül. Teljesen együtt a hatlovas csapat akkor, amikor most már kifelé járnak a kanyarból, és még mindig Szúria hozza a lovakat. Szúria és sprinter kettős az első két pozícióban. Lassacskán úgy tűnik, hogy kívülről támadásba lendül Guriga Gold, de azért nagyon sokat kell kerülnie, és talán jobb helyzetben most már nála Bergspitze, miközben Szegfű elindul kicsit visszafelé. Szúria és sprinter kettő között próbálna Sterradorf is kibújni, de talán Bergspitze lehet majd az igazi ellenfél, aki lépésről lépésre közelít a vezető Szúriához. Szúria még vezet, sprinter próbál indulni, de nincs benne lendület, Bergspitzében viszont van. Bergspitze most már ott van a vezető Szúria mellett, az utolsó 100 méterhez érve pedig át is veszi a vezetést, ezúttal vállásra lovagolva Bergspitze a végén lesétál mindenkit, és nyeri a futamot. Bergspitze, Szúria és sprinter az első három. Star Edvard van negyedik, és aztán jönnek csak a többiek, Guriga Gold, illetve Szegfű.